Üdvözlöm Önöket, ez a világhíradó, az ATV-n Tóth Géza vagyok. Ma szavaznak az Európai Parlamentben az Európai Bizottság élére jelölt Ursula von der Leyenről. A korábbi német védelmi miniszter délelőtt szólalt fel a képviselők előtt. Beszédében a jelenleginél ambíciózusabb klímavédelmi lépéseket ígért, de támogatná a KKV-szektort, az óriási tech vállalkozásokat viszont megadóztatná. Von der Leyen azt is kijelentette, aki azon dolgozik, hogy megossza és gyengítse Európát, az ellen nagyon keményen harcol majd. A jelöltről titkos szavazáson döntenek. Nem fújt visszavonuló Donald Trump, aki a napokban négy demokrata képviselőnővel szólalkozott össze. Az amerikai elnök a hét elején akkor még név nélkül bírálta a képviselőket, akik véleménye szerint folyamatosan panaszkodnak és gyűlölik a hazájukat. A képviselők közös sajtóértekezleten válaszoltak. Trump erre kijelentette, ha nem érzik jól magukat Amerikában, akkor, idézem, el lehet innen menni. Hiába kritizálták mindkét pártból, sőt még külföldről is, Donald Trump bocsánatkérés helyett ismét támadás alá vette azt a négy demokrata képviselőnőt, akik vasárnap az amerikai kormányzatot bírálták annak bevándorlás politikája miatt. Szerintem azok, akik gyűlölik ezt az országot és nem érzik itt jól magukat, bármikor távozhatnak. Akik állandóan csak panaszkodnak, azok most rögtön elmehetnek az országból. Nem sok mindenkinek fognak hiányozni, fogalmazott az elnök. Trump célkeresztjébe a New York-i Alexandria Ocasio-Cortez, a Minnesota-i Ilhan Omar, a palesztin gyökerekkel rendelkező Rashida Tlaib és a Massachusetts-i Ayanna Pressley került. A Fehérház lakója megpróbál bennünket a perifériára szorítani, de tudnia kell, itt nem csak erről a négy emberről van szó. A mi küldetésünk az, hogy azokat képviseljük, akikről a hatalom megfeledkezik. Egy nagy osztag vagyunk, és elköteleztük magunkat egy igazságos világ mellett, üzent Trumpnak a képviselőnök egyike. A demokrata párt vezetői rasszistának bélyegezték az elnök megnyilvánulásait. Donald Trumpot nem csak az ellenzéke, de saját pártjának képviselői is bírálták. Ráadásul mindkét brit miniszterelnök jelölt elfogadhatatlannak minősítette Donald Trump stílusát. Justin Trudeau kanadai kormányfő pedig úgy fogalmazott, Kanadában mi másként intézzük a dolgokat. Még menthető az Iránnal kötött atompaktum az EU külpolitikai főképviselője szerint. Federica Mogherini úgy fogalmazott, még visszafordíthatóak a lépések, vagyis az engedélyezett szint feletti urándúsítás. Szakértői becslések alapján Irán bő egy év alatt szert tehet nukleáris fegyverre. Az elmúlt napokban több európai ország is arról beszélt, meg kell menteni a 2015-ben kötött nemzetközi egyezményt, amelyet az Egyesült Államok tavaly mondott fel. Letartóztattak Olaszországban két olasz és egy svájci állampolgárt, akiknél náci jelképeket és fegyvereket találtak, köztük egy rakétát. Már egy éve nyomoztak olyan szélsőjobboldaliak ügyében, akik a hatóságok szerint oroszpárti szeparatisták oldalán harcoltak Kelet-Ukrajnában. Közben az olasz belügyminiszter tagadja azt a sajtóértesülést, miszerint pártja több millió eurónyi támogatásról tárgyalt az oroszokkal. Katonai szakértőt hívtak az olasz rendőrök abba a torinói raktárba, ahol egy francia gyártmányú légiharc rakétát találtak. Kiderült, hogy teljesen működőképes, csak nem volt rajta robbanó töltet. Korábban a katari hadseregé lehetett. Letartóztattak három férfit, akik az interneten árulták. A gyanúsítottak egyike egy volt olasz vámtiszt, aki 18 éve egy új fasiszta párt szenátor jelöltje volt. A hatóságok több városban is razziáztak, és találtak még sok lőfegyvert, szuronyt, hangtompítót és fegyverre szerelhető távcsövet, több mint 800 töltényt, illetve náci jelképeket. Közben az amerikai BuzzFeed portál szerint az olasz belügyminiszter pártja sok millió eurós támogatásról tárgyalt az oroszokkal. Állítólag kaptak egy hangfelvételt egy 75 perces megbeszélésről, amin három olasz, köztük Matteo Salvini egyik bizalmasa tárgyal három orosszal. Nem kértünk, láttunk vagy fogadtunk el támogatást külföldről. Már unom, hogy ezt ismételgetem. Hagyom, hogy a James Bond rajongók tovább keressék ezt a nem létező pénzt. Én a való élettel foglalkozom és makacsul dolgozom tovább, mondta Salvini. A hangfelvétel alapján orosz befektetők áron alul adtak volna el másfél milliárd dollárnyi olajat, az árkülönbséget pedig Salvini pártja kapta volna. Bár a politikus Moszkvában volt a találkozó idején, nincs bizonyíték rá, hogy részt vett a találkozón, sem arra, hogy a pártja megkapta a pénzt.
Abban vagyunk érdekeltek, hogy Magyarország és Ukrajna kapcsolatai a jövőben jelentősen javuljanak, jelentette ki Szijjártó Péter Beregszászon, ahol kárpátaljai magyar szervezetek vezetőivel találkozott. Az ukrán külügyminisztérium közben felszólította a magyar vezetést a július 21-én esedékes választásokig tartózkodjanak a kárpátaljai látogatásoktól és minden olyan lépéstől, amely agitációnak tekinthető. Ukrajnában egyébként ma lépett életbe a sokak által bírált nyelvtörvény, amely előírja, hogy minden állampolgár köteles beszélni az ukránt, mint az állam hivatalos nyelvét. Súlyos ebola járvány fenyeget Afrikában, miután a vérzéses láz elérte a Kongói Demokratikus Köztársaság egyik keleti nagyvárosát. A vírust a hétvégén mutatták ki egy embernél a 2 milliós Gomában, a ruandai határhoz közel. A járvány tavaly augusztus elején tört ki az afrikai országban. Mély aggodalomra ad okot az egészségügyi világszervezet szerint, hogy a hétvégén a Kongói Demokratikus Köztársaság egy keleti városában egy embernél kimutatták az ebolát. Egy 2 milliós városról beszélünk a ruandai határon, amely kaput jelent a környező régióra, de az egész világra is. Meghoztuk a szükséges óvintézkedéseket, és reméljük, hogy nem lesz több megbetegedés, nyilatkozott a szervezet igazgatója. A vírust egy olyan férfi betegnél mutatták ki, aki 18 utastársával együtt autóbusszal érkezett Gomába, abból a közeli városból, amelyet a legsúlyosabban érint a kór. A hatóságoknak sikerült beazonosítaniuk mindegyik érintett utast, akiket már beoltottak. A gomaiak félnek. Rengeteg mindent hallani a városban, és nem tudni, kinek, minek higgyen az ember. A vírus most minket fenyeget, ezért a hatóságoknak mindent őszintén el kellene mondaniuk, hogy az emberek védekezni tudjanak a járvánnyal szemben, mondja egy helyi lakos. A Kongói Demokratikus Köztársaságban tavaly kitört járvány eddig csak nem 2000 halálos áldozatot követelt. A betegség terjedését segíti, hogy a vírus egy háborús konfliktus által sújtott térségben szedi áldozatait, ahol mintegy 100 fegyveres csoport harcol egymással az ásványkincsek kitermelésének ellenőrzéséért. Ezek némelyike az egészségügyi központokat is célpontnak tekinti. Ilyen körülmények között a lakosok oltása csak akadozva halad. Több száz embert kellett evakuálni, miután tűz ütött ki Horvátországban Pag szigetén, egy zenei fesztivál helyszíne mellett egy erdőben. Egy internetre feltöltött videó látható, ahogy a rendezvény látogatói menekülni kényszerültek a lángok elől, amelyek bevilágították az esti égboltot. A tűz miatt azonban járhatatlanná vált egy útszakasz, így a fesztiválozók nem tudtak visszatérni a szállodáikba. A szervezők azt írták, hogy mindent megtettek a gyors evakuálás érdekében. Erős, a Richter skála szerinti 6,1-es erejű földrengés rázta meg Balit. Az epicentrum a turisták körében népszerű indonéz sziget partjaitól délre volt, a tengerfenék alatt. Szökőár nem fenyegetett, így nem adta ki figyelmeztetést. Kisebb károk keletkeztek, de sérültekről nem érkezett hír. Beleremegtek ennek az irodaháznak az üvegajtója Balit megrázó földrengésbe. A videón látható, hogy az utcán állók imádkozni kezdtek. Ezen a felvételen pedig az, ahogy kiürítenek egy másik épületet. A turisztikai ügynökség helyi központja mellett megrongálódott egy betonkapu is. Lezárjuk az épületet, hogy megtisztítsuk a környéket, és megelőzzük, hogy törmelék hulljon le fentről, mondta egy karbantartó. Károk keletkeztek több iskolában, templomban és lakóházban is, főleg a tetőszerkezetben, de sok helyen a falak is megrepedtek. A közlekedési minisztérium szerint Bali repterének működését nem zavarta meg a földrengés. A hotelben voltunk, és először nagyon megijedtünk. Nem vagyunk hozzászokva az ekkora erejű földrengésekhez, mondta egy ausztrál turista. Indonézia a csendes-óceáni tűzgyűrűn fekszik, ahol gyakoriak a földrengések és vulkánkitörések. Az országhoz tartozó Maluku-szigeteket vasárnap egy 7,2-es erejű földrengés rázta meg, amelyben legalább két ember meghalt, és százak menekültek el otthonaikból. Hatalmas delfin csorda nyújtott díszkíséretet egy hajónak a dél-kaliforniai Laguna Beach partjainál. Egy férfi le is videózta az állatokat, amelyekből becslése szerint több mint 100 példány úszhatott mellettük. A felvétele látható, ahogy a tengeri emlősök egymás után felugrálnak a vízből. A videó készítője elmondta, hogy éppen szörfőzni mentek, amikor a delfinek követni kezdték őket. Szerintem az állatok nagyon vidámak voltak. És ezek voltak a világhíradó hírei mára. További szép napot, szép estét kívánok. Ha tehetik, tartsanak velünk a folytatásban is. Viszontlátásra!